Mi történt a héten, tisztelt polgármester úr? Számos dolog történt a héten. A HÉV metró összekötésének végleges utolsó tervezési fázisa is megkezdődött. Végre aláírta a Budapesti Fejlesztési Központ és a Főmterv Konzorcium azt a szerződést, ami azt biztosítja, hogy a 16. kerületi szakasz az kiviteli tervekkel ellátott lesz. Ez fogja majd eldönteni pontosan, hogy külön szintű csomópontok hol lesznek, mindenhol a 16. kerületben, de hogy hol helyileg, illetve hogy milyen formában, ez majd ki fog derülni. Ugye itt a legnagyobb vita Cinkotán van, hogy aluljáró vagy felüljáró legyen, de hát ezt majd a tervezők el fogják dönteni. Most már minden kerület, érintett kerület aláírta a megállapodást, a fővárosi önkormányzat is aláírta, úgyhogy alá tudtuk itt írni ezt a dolgot. Két év, kicsit több mint két év kiesett ennek a projektnek az életéből, mert a új főpolgármester Karácsony Gergely annak ellenére, hogy azt ígérte, hogy fölgyorsítja ezt a projektet, igazából pont az ellenkezőjét csinálta, leállította, és kellett hozzá a mi parlamenti képviselőnk Szatmári Kristóf, aki a Hamvaiból előszedte ezt a projektet, és rávette a fővárosi önkormányzatot, kikönyörögte tőlük, hogy adják át ezt a tervet az államnak. Az államnál meg elérte, hogy az állam meg adjon hozzá forrást, hogy megvalósulhasson az a környezetvédelmi beruházás, ami a HÉV metró összekötést jelenti, hisz akkor a Kerepesi úton már nem az autók, hanem az elektromos meghajtású metró fog közlekedni, és ha össze van kötve a kettes metró a Gödöllői HÉV-vel, akkor át is fognak szállni, legalábbis a tervezők, illetve a közlekedés szervezők véleménye szerint az autósok a metróra, hogyha ez egy sokkal jobb közlekedést biztosít számunkra. Mindenhol ez történt, úgyhogy valószínűleg itt is ez fog történni, mikor kész lesz. Hogy mikor lesz kész, ez egy nehéz kérdés. Egyelőre azt tudjuk, hogy 2023 év vége, a tervezési szerződés vége, tehát addigra kell a kiviteli terveket és az engedélyeket, minden engedélyt megszerezni hozzá. Aztán most már remélem addig semmi olyan változás nem történik, ami befolyásolhatná ezt a projektet. Bár lesz egy választás, én nagyon remélem, hogy annak nem lesz olyan eredmény, ami befolyással lehetne erre a projektre. Aztán ezen kívül elkészült a János utcai idős klubunknak a második épülete is. Ugye a János utcában két hasonló épület van egymás mellett. Az egyik korábban az MDF nevű pártnak a székháza volt, aztán amikor az csődbe ment, megszűnt, akkor az önkormányzat árverésen megvette azt az épületet, azt tavaly felújítottuk a nyugdíjasok számára, és most a másik épületet, vagy a mellette levő másik épületet újítottuk föl teljes körűen, úgyhogy most már nagy tér áll rendelkezésre különböző előadásokra, nyugdíjasoknak, de ahogy hallottam, talán a legfontosabb számukra, hogy korábban itt voltak a legjobb bulik, úgyhogy most már van nagy táncparkett is, úgyhogy lehet menni táncolni, bulizni, ennek nagyon örültek a nyugdíjasok. Voltam 90 éves Ilona néninél, aki Mátyásföldön lakik, szerető családja körében. Két gyereke, négy unokája, 11 dédunokája van. A legnagyobb dédunokája is már tinédzser, a legkisebb az meg éppen ott totyogott, úgyhogy ezt tartja talán fiatalon Ilona nénit. Minden esetre ő azt mondta, hogy a hosszú élet titka az, hogy ne hagyjuk abba a lélegzést. Fogadjuk meg ezt a tanácsot, aki hosszan akar élni, akkor mindenképpen vegyen levegőt. Volt az Ikarusz atlétáknak egy év záró eseménye, ugye a pandémia miatt most tudták megtartani, itt is csak szűk körben, csak a legeredményesebb sportolókat tudták elhívni, de megint arról tudtak beszámolni, hogy több mint 400 sportolója van az Ikarusz atlétikai szakosztálynak, és akkor még körülbelül ugyanennyien a foci szakosztályban is vannak. Nagy reményük az, hogy elindul a fedett atlétikai pályának, csarnoknak az építése az Ikarusz sportpályán. Ugye 2023-ban atlétikai VB-t rendez Magyarország, Budapest, persze akkor, hogyha nem lesz változás a következő április 3-ai választáson, és ehhez itt a 16. kerületbe épülne egy bemelegítő edzőcsarnok, amit később az Ikarusz atléták tudnának majd használni. A tervek kész vannak, a közbeszerzési eljárás kiírásra került, most reményeink szerint lesz érvényes és eredményes ajánlat, és utána elkezdődhet ez a munka, még ennek az évnek a második negyedévében. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a 16. kerületi tagcsoportja rendezett egy szokásos vállalkozói fórumot, minden évben szerveznek egy ilyet. Hát most ugye a háború az rányomja a bélyegét a vállalkozók lehetőségeire, meg az egész ország lehetőségére, úgyhogy erről Szatmári Kristóf képviselő úr tartott előadást, hogy ő hogy látja, és sajnos azt mondta ő is, hogy nem két nap múlva lesz vége talán a háborúnak. Nagyon reménykedünk, hogy minél hamarabb, de minél tovább tart a háború a szomszéd országban, annál
nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek a vállalkozók. Ugye az infláció emelkedik nem csak Magyarországon, mindenhol a világon, az Egyesült Államoktól kezdve Japánig, az egész Európai Unióba. Ez nem tesz jót a vállalkozásoknak, ugye ilyenkor emelkednek a hitelek kamatai, azt ki kell termelni, és ez megint csak az inflációt hagyja följebb, úgyhogy reményeink szerint hamar véget ér a szomszédországban a háború, és akkor visszatérhet az élet abban a normális kerékvágásban, ami 2021-ben volt, amikor Magyarország legsikeresebb gazdasági évét zárt, a legnagyobb gazdasági bővülés volt 2021-ben, egész Európai Unióban elsők voltunk, több mint 7%-os bővülés, de reménykedünk benne, hogy minél hamarabb véget ér a háború a szomszédországban. Minden esetre Magyarországnak érdeke, hogy kimaradjon ebből a háborúból, ne kerüljünk háborús felek közé, ne kerüljünk bele a háborúba, és Magyarország területén, vagy a magyar lakta ukrajnai területeken ne legyen háború. Elkészültek új utaink is, ugye a Farkasfa, a Farkashalom és a rájuk merőleges Zselic utca egy kivitelezésébe, egy közbeszerzési eljáráson ő nyerte el, és ez a három utca elkészült. A lakossági fórumon elmondtuk, hogy mik várhatóak majd a jövőben a környéken, milyen utcák. Petőfi kertben szinte minden második utca már megújult, de vannak újabb ötleteink, és ha minden igaz, akkor folytatódik ez a kormányzati program a parlamenti választás után is, és akkor további pénzeket tudunk szerezni ahhoz, hogy a földutak megszűnjenek, illetve a aszfaltútnak tűnő, de egyébként földút besorolású utak is megszűnjenek a 16. kerületben. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!